A Hévízi Sportkör idén is megszervezte hagyományos téli kupa névre hallgató teremlabdarúgó tornáját gyermekeknek. A torna minden korosztályt felölel. Múlt hétvégén a 8 évesek léptek pályára, most pedig a 9-10-12 éves korcsoport mérte össze tudását. Mivel a Bozsik program megyei kiemelt tornáját is ebben az időpontban tartották, a 11 évesek tornája ezúttal elmaradt, ők odautaztak. Minden korosztály 8 csapattal képviseltette magát, így több mint 500 gyerek lépett pályára a torna ideje alatt. Nagyon fontos számunkra, hogy az idézőjelben holt idényt is a gyerekek egy-egy versennyel tudják színesíteni, és számukra is a terem adta lehetőség egy új kihívás más anyagon, tehát a parkettán tudnak szerepelni. Alapvető célja az, hogy egyrészt lemérjük mi magunk is, hogy a saját korosztályaink hol tartanak a többi egyesület azonos korosztályú játékosaival szemben, és nyilván ennek függvényében módosítsunk akár a képzési rendszerünkön, vagy bizonyos módosításokat hajtsunk végre, akár pozitív, akár negatív tapasztalatokat érzékelünk is. Mint a szakember elmondta, az előkészítő korosztálynak alapjában véve a Bozsik program adja a versenyrendszerét. A program keretében számos szabadtéri tornán vesznek részt a fiatalok, ezeket egészítik ki a téli teremtorna időszak. Hozzátette még, túl sok tornán nem vesznek részt a hévízi gyerekek. Meggyőződésük szerint ebben a korban még a képzésre kell helyezni a fő hangsúlyt, nem a versenyeztetésre. Ám ezek az alkalmak jól színesítik szakmai képzésüket, és a tornák versenyszellemre is tanítanak. Idén is széles körül az egész Dunántúlt felölelő tornát szerveztek, a nemzetközi vonalon pedig Lendva fogadta el a meghívást.